A kecskeméti drámapedagógiai műhely tagjai programzáró kirándulásra érkeztek a jakapszállási sántakúriához. Kúriához. Ekkor még nem tudták, hogy hamarosan meglepetés éri majd őket. A versmondók találkozójának 25. jubileumát ünneplő alkotóközösség tagjai oklevelet vehettek át. Köszönöm. Az elismerést Szeberei Pataki Klaudia polgármester nevében Seberényi Gyula Tamás alpolgármester adta át a több évtizedes elhivatott szakmai munkáért. A drámapedagógiai műhelynek nagyon sok kezdeményezése van, és nagyon sok nagyon jelentős kulturális értéket képvisel a városi közművődésben. Ezeknek egyike a versmondók találkozója. Ebből az alkalomból kaptak egy elismerő oklevelet a városvezetéstől. A műhely Kecskeméten és a térségben dolgozó drámapedagógusok öntevékeny közössége, aminek tevékenységébe módszertani képzések, tehetséggondozó programok, művészeti találkozók, táborok tartoznak, ezek közül az egyik leghosszabb íve a versmondók találkozójának van minden évben. Minden alkalommal úgy zárul ez a rendezvény, hogy összegyűlik az a pedagógus csoport, aki ennek a találkozónak a szervezésében, a szakmai vezetésében részt vett, és ennek jegyében találkoztunk a mai délutánon a Sántakóriában. Ez egy igen régi rendezvény, és örömünkre nagyon sok gyereket érint minden évben. Az ünneplés alkalmából érkeztek a kúriához egyfajta tanulmányi kirándulásra, Sánta György unokájának, Sánta Melindának ajándékot is vittek, a helyszínen pedig Jakabszállás polgármestere Szabó György Róbert is köszöntötte a drámapedagógusokat, ezután közösen megtekinthették, hogyan őrzi a Sánta család az aranyhomok költőjének hagyatékát, a műhely tagjai láthatták az erekéket, a bútorokat, kéziratokat, a dedikált könyveket.